Sziasztok, Szecsivék, és ez itt a GFF. Hát, ma nem fogok nektek játékot bemutatni. Ma egyszerűen csak beszélni fogok arról, hogy, hogy milyen volt ez az év, mennyi mindent hálálhatok meg nektek, és egyébként, ha már így kicsit észrevehető rajtam, kellemes télapot mindenkinek. Úgyhogy, hát ezt itt kicsit lejjebb hajtom, úgy néz ki, mint egy baromi nagy bibircsók. Rohadt sok. Hát, mi történt velem az idén? Hát igazándiból az egyetlen dolog, amire azt tudom mondani, hogy, hogy, olyan dolog volt, amit, amit semmiképpen nem hagynék ki, az, az nem más, mint az, hogy neki álltam youtube-ozni. Hihetetlen élmény. Tehát elmondani nem lehet, hogy, fú, gyerekek, ez valami, ez valami kegyetlen. Tehát elkezdesz mondod, és elbaszod, kezded előrő a és, és ha meg sikerül, és, és szakadsz magadon a röhögéstől, van fantasztikus élmény. 40 feliratkozom van jelen pillanatban. Hát, úgy vagyok vele, hogy nem hittem volna, hogy lesz ennyi. Én úgy hittem volna, hogy lesz kettő vagy három, aki így megnézi, jó van, legyen valami, örüljön a fejének. Aztán igazándiból elértem a tizet, már úgy egy kicsit furcsáltam, hogy hm, hát végre valami van, valakiért küzdeni. Aztán elértük a huszat, hát már boldog voltam, hogy fú, hát de, de növekszik, és nem tudtam, hogy. Meg nem tudtam, hogy miért. Hát mondom, akkor jó, hát akkor durvoljunk egy kicsit. Na, aztán kiraktam az előző gépemet, akkor vettem egy újat, hogy, hogy jobb videókat tudjak, hogy, hogy újabb játékokat is be tudjak mutatni akkor elmentem, vettem ezt a fülhallgatót, fantasztikus élményt ad. Uh... Pardon. Na most meg jól összetörtem, gyönyörű. Úgy, most az igazi. Akkor vettem egy új kamerát, hogy, hogy, legalább ilyen videókat is tudjak már csinálni emberi kinézettel. Tehát nem ez a pixel háború az egész. Úgyhogy igazándiból ez nem lesz egy túl hosszú videó, legalábbis úgy érzem, uh, hihetetlen sok dolgot tudok uh, köszönni nektek. Fantasztikus érzés, gyerekek, hogy, hogy van, aki néz, és, és, tényleg van az, hogy, hogy fú, mit csináljunk ma, milyen videót, nem viccelek nektek ma, vagy hat videót csináltam. Hatot. Folytatni akartam a Life is aztán aztán próbáltam online játékról videót csinálni, véletlenül, vagy 6-szor. Na jó, nem, volt az szerintem több is. Áó, csipi a topom Akkor próbáltam csinálni, fú, nem is tudom már, miket próbáltam. Forestes videót, akkor próbáltam volna ezét csinálni, Ö, mit tudom én, van, van egy játékom, aminek az a neve, hogy Bloodwood elkezdtem, belenéztem, kacat. Elkezdtem a másikat, megcsináltam a videót, elakadtam, akkor beszorultam, akkor bebágolt a játék. Akkor... Úgy voltam már az egészen, hogy hagyjuk a francba, akkor nem csinálok télapó alkalmával a videót. Aztán rájöttem, hogy tök fölösleges erőködni. Nem, nem pont egy, egy új játékkal akartam volna meghálálni azt, hogy itt vagytok. Hanem egy ilyen videóval, hogy, hogy köszönöm, hogy itt vagytok, viszont uh, holnap már mindenképpen, uh, ha nem vel folytatjuk a Rocket birdset, akkor elhozok nektek egy új játékot. Uh, legalábbis szerintem egy egész új egy egy 2015ös vagy 14-es játék. Nem is tudom pontosan, hogy mikor adták ki. <kül> Úgyhogy holnap biztos, hogy lesz videó és még karácsony előtt talán, talán a jövő héten tervezek egy livestreamet. hogy nem, nem tudom, hogy miből, valamiből majd megpróbálok streamelni, hát orosz sem tudja, ugye, ezt majd hozza az élet. Fú! Köszönöm szépen a rengeteg támogatást. Nagyon szépen köszönöm azt a sok játék ötletet, amiket adtatok. Wolféknak, Dallaséknak senkit nem felejtettem el. Úgyhogy hát kaptam Rage Game-et, ugye elkezdtem Rage game játszani. Próbáltam egy-két Scary Game-et, ugye mint ahogy láttátok a Jeff the Killer, vagy amit majd most fogok elhozni nektek. Mondjuk amit most azok az nem lesz Indie Horror. Az egy kifejezetten jobb játék lesz, és ígérem tetszeni fog. Úgyhogy nem is akarom nagyon már húzni az időt, mert, mert már nincsen olyan sok mindenről mesélni. Na nem is eljött a Mikulás, ugye? Hát, kis csomag. Aztán reggel kaptam egy érdekesebb csomagot, amit mondjuk furcsáltam. Ugyanis tegnap boltba menetelnél, véletlenül kutya szarba léptem. Ezzel még nem is volt probléma, Hát úgy voltam vele, hogy megszárad, levakargattam kisbottal, aztán jó napot, hát kit zavar. Aha. Erről szólni kellett volna a télapónak is, úgy érzem. Mert ő meg elfelejtett. Ne, neki meg nem szóltam. Látod, hogy kirakni a cetlit, hogy cipőt ne tedd az asztalra. Mert az nem jó. Basszus. Mikor reggel anyádat éhezgesd. Kis sziszegő, pardon reggel, mikor főkeltem, kinyitom a szemem, és mit látok? Hogy a bal lápammal léptem bele én abba a valamibe, abba bal úgynevezett szerencsehozóba, és az így <coughs> fönt az asztalomon, benne a kis Mikulás csomag. Aztán igazán, hogy visszatöltem aludni, gondolván arra, hogy ez biztos, hogy csak álmodom. Hiába aludtam vissza háromszor, negyedszerre is ott volt. Hát azóta nagyobb a rend az asztalom, ha hát valahogy le kellett takarítanom. És azóta van új légfrissítőm, tehát valamint muszáj volt. Úgyhogy igazándiból nekem egy kicsit érdekesen indult a reggelem így Mikulás gyanánt. Nem tudom, hogy nektek is. Remélem nektek nem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok nekem, nagyon szépen köszönöm, hogy néztek, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkozott, feliratkozott, jó feliratkoztatok, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint ha eddig nem tettétek, meg fel a csatornára, úgyhogy még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog Mikulást kívánok, és hát remélem, hogy mindenkinek olyan jó lesz ez a elkövetkezendő egy hónap, mint nekem. Sziasztok!